Jó, ha van munkája az embernek, és ezt szerencsére egyre több magyar mondhatja el magáról, a munkahelyi stresszre azonban egyelőre túl kevés figyelem hárul. Pedig gyakori a jelenség mostanában, a munkahelyi stressz szakemberek szerint a 21. század egyik fő problémája. Kiemelten kell kezelni a kérdést nem csak a munkavállaló, de a munkaadó részéről is, erre hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleménye szerint minden ötödik európai munkavállalót érint a stressz, a helyzet pedig egyre csak fokozódik. Egy nemrég készült európai szintű felmérés szerint a legnagyobb stressz tényező az ügyfelek, vagyis a tanár-diák viszonyban a tanulók, vagy például az ápoló-beteg kapcsolatban a betegek. Gyakori tényező az időhiány miatti stressz, ez szinte minden ágazatot érint, hiszen a munkavállalók sokszor 10-12 órát is dolgoznak kényszerűségből a kötelező 8 helyett, ez pedig komoly betegségek előszobája lehet. A túl sokat dolgozók az egzisztenciájukat féltik, ezért teljesítenek többet, mint kéne. A munkahelyi stressz bizonyítottan komoly betegségeket okozhat, ilyenek a depresszió vagy a menedzser betegségnek tartott kiégés, más néven burnout. Ezt a nyugat-európai országokban, például Ausztriában és Németországban már komolyan kezelik. A sógoroknál egy burnoutban szenvedő munkavállaló akár fél vagy egy éves szabadságra is mehet, hogy kezeltesse magát, közben pedig a fizetését is kapja, és a munkahely sem kerül veszélybe. Itt azért Magyarország még nem tart, a munkahelyi stresszre azonban egyre többen és többször hívják fel a figyelmet, most éppen a Nemzetgazdasági Minisztérium.